Már vízzel feltöltve várják a nyitást a szekszárdi strandmedencéi. A burkolat javításával mostanra végeztek a szakemberek, jelenleg a próbaüzem zajlik. Ezt Ács Rezső, a város polgármestere jelentette be csütörtöki helyszíni bejárása után. 5,5 millió forintból elkészült a medencéknek a javítása. 2 hét múlva tervezzük a nyitást, fel vannak töltve a medencék, meg történt a víz mintavétele is. Épvizsgálat alatt van. Már az élményelemeket is tesztelik a szakemberek. A terv az, hogy július 1-én kinyit a fürdő. Tervek szerint haladt a munka, és maga a feltöltés is, tehát semmi akadály nem lehet annak, hogy a strand megnyisson. Most már csak a jó időjárásra várunk, hogy aztán a következő 2 hónapban olyan meleg legyen, hogy itt a strandot megköltsék a strandolók és a szekszárdiak természetesen. A szekszárdi strandon évente 70-80 ezeren fordultak meg korábban, idén viszont a járványveszély miatt nem tudnak majd annyi vendéget beengedni, amennyit a strand kapacitása elbír, így a látogatószám valószínűleg csökkenni fog.